A házi gólkirály Horváth Zoltánt 5 sárgalap miatt nélkülöző vendégek a 9. percben megszerezték a vezetést, Grozáv jobboldali szöglete után Vári fejelte a labdát Gosztonyi elé, akinek fejesét még hárította a kapus, Cukalász viszont közelről a kapuba bólintotta a labdát. A 14. percben megduplázta előnyét a Kisvárda, Grozáv a másik oldalról ívelt be szögletet, Kravcsenko pedig a bal alsó sarokba fejelte a labdát. A 22. percben cserét buktatta Lukjancsuk a 16-oson belül, a megítélt 11-es pedig a sértett lőtt a kapu bal oldalába. A 63. percben egyenlített a házigazda, Bertus jobboldali szöglete után Cukalász csúsztatott bele a labdába, amely Felipét érintve vágódott a kisvárdai kapuba. Elég érdekes mérkőzésen vagyunk túl, ahol ugye nem mondok újdonságot azzal, hogy hideg zöldként kezdtük a mérkőzést, 2 pontrugásból gólt kaptunk, és minden kellett fölállnunk, viszont amit utána a csapat előadott, ahhoz ezúton is gratulálok a fiúknak, mert azt gondolom, hogy minden erényünket megmutattuk ezen a mérkőzésen 2-0 után, és azt a belső tartásunkat, ami jellemez minket, és felálltunk a padlóról, kiegyenlítettünk, és úgy gondolom, hogy meg is nyerhettük volna a mérkőzést. A vendégek edzője a mérkőzés alakulását tekintve igazságosnak tartotta a döntetlent. Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, bátran fölmentünk, támadtunk, nem engedtük kibontakozni a hazai csapatot, pontrugásokat, szögleteket értünk el, ami után elég hamar 2-0-ás erőre tettünk szert, aztán természetesen valahol itt egy kicsit megállt a gépezet, a hazai csapat is följebb kapcsolt, beszorított minket, lehetőségei voltak, sőt 2-0 után igazából néha butaságot is csináltunk, mert még akkor is megpróbáltunk följebb menni, letámadni. Az egy csapat nagyon gyorsan átjátszott a középpályát és lehetőséget teremtett. Ebből egy 11-esen keresztül értékesített egyet, aztán azt mondom, hogy a fél időben 2-1-en bementünk. Megbeszéltük a tennivalókat, tudtuk, hogy nehéz meccs lesz, nehéz mérkőzés lesz. A második fél idő elején a hazai csapaté volt, a végén nekünk is megvoltak a lehetőségeink. Én úgy gondolom, hogy a 2-0 után nem igazán tudok teljes mértékben örülni, de a játékkép alapján úgy gondolom, hogy a mérkőzés eredménye igazságos. A forduló további eredményei a következők: Ferencváros Puskás Akadémia 4-0, Molvidi FC Szombathely 1-0, Újpest Diósgyőr 5-0, Paks Debrecen 2-1, Budapest Honvéd MTK Budapest 2-1. A tabella élén a 46 pontos Ferencváros áll, megelőzve a 40 pontos Molvidi FC-t. A 24 pontos Kisvárda a 11. helyen várja a bajnoki folytatást. A Kisvárda kedden 20 órai kezdettel a Magyar Kupa 8-at döntőjének visszavágóján a Ferencvárost fogadja a Várkerti Stadionban.